Némi kis technikai probléma után végre folytathatjuk a lényegi résszel. Egy kis bátorító csokoládét osztunk szét néhány ember közt, amit remélem, hogy nagyon nagy kedvel fogyasztotok el. És érezzétek magatokat szerencsésnek. És akkor az első feladathoz kérjük az A osztályból Kassa Teklát és Olárium Gergőt, a B osztályból Borsi Tímeát és Pádár Annát, az F osztályból pedig Hajdú Alektet és Váradi Valentinát. Gratulálok a szerencsés nyerteseknek! Feladatotok nem lesz más, mint 20 percen belül visszajönni úgy, hogy ezek a tojások meg vannak sütve. Igen. Akárhol, akár kiben megsütethetitek. Igen, köszönjük el, 20 percet kaptok összesen, és a 20 perc elteltével be kell számolni arról, hogy hogyan sikerült ezt a feladatot végrehajtani. Feladathoz szeretnénk fölhívni a színpadra Kapuszta Bálintot, Hermes Szabolcsot az A osztályból, Oldal Gábor és Justin Erikát a B osztályból, Géci Krisztinát és Csépe Katicát az F osztályból. Neve Fejszínhab kvíz. Jó kis kérdéseket fogtok kapni, és ha nem tudtok válaszolni a kérdésekre, akkor egy kis tejszínhab jár érte. Osztálytársak nem állhatnak egymás mellé, mert csak más osztálybelinek adhatod a tejszínhabot. És nem ütni kell a tejszínhabbal, hanem szépen. Szóval nem ütünk. Hajra nem lehet. Készen álltok? Akkor a közönségtől kérnénk egy kis csendet. A válaszadásra 5 másodpercetek van, nem tudom. Először is sorba megyünk, jobbról balra. Ha te elvéted a választ, akkor te nyomsz a fejére egy kis habot. Tehát, az első kérdésed. Mit süt a kis tücs? Savas hús. Mi az iskolánk teljes hivatalos neve? Puszátka.
Kálmán gimnázium és postaforgalmi szakközépiskola és Titte Pál kollégium. Következő! A következő kérdés, milyen nap van ma? Következő. Mit iszik a tehén? Mit iszik a tehén? Tehszira! Mikor nyert az Egyesült Államok EB-t? Következő. Hányadik helyen állsz egy futóversenyen, ha megelőzöd a másodikat? Első. Tíz deciliteres kannában, 5 deciliter víz van. Ha hozzáöntünk még 7 deciliter, hány deciliter lesz a kannában? Hát 7! Közben megjött a Jocó, úgyhogy köszönjük neked közreműködést! Melyik irányba van fésülve Mátyás király haja az 5000-esen? Milyen állat a bölömbika? A madár. Mit tud Sári Kati? Hogy kell járni? Közben az első Ekkosztály megérkezett a rántottával, úgyhogy nagy sok szeretném együtt kérdezni. Közben a bőnyések is megjöttek a rántottával. És nincs nagyon erősen megsütjük. Következő kérdéstől felteszem, de melyik irányba tolják Budapesten a hókotrók az alagútból a havat? Az egyikbe sem. Mert? Nem tudják hova tolni. Mert? Valami, de azért. Felszínűleg. Ha egy bolond 100-at csinál, akkor 100 bolond mennyit csinál? Mi a kérdés? Ha egy bolond 100-at csinál, akkor 100 bolond mennyit csinál? Ez nem jó. 100 bolond. 10 000. 10 000. Egy villanyvonat Győr és Budapest között mennyi füstöt ereget? Egy villanyvonat Győr és Budapest között mennyi füstöt ereget? Semennyi. Meg? Nem tudom, csak mondtam. Megnősülhet-e egy özvegyasszony férje? Megnősülhet-e egy özvegyasszony férje? Hány éves egy 35 éves ember, ha a születésnapján született? 35. Hány lába van egy fél lábú póknak? Hát fél. Mi Svájc fővárosa?
Melyik állat fog halála után még legalább 60-at forogni? Grincsében. Melyik a magasabb kártyalap? A Bubi vagy a Jumbo? Ugyanaz! Egy kicsit jobbra, arra szóljatok, Jenszi. Figyelj, mert ez bonyolult lesz. Egy bolt csütörtök reggel 9-kor nyit, de te már ott vagy szerda délután 3-kor. Mennyit kell várnod, hogy bejuss? Sokat! Sajnos nem kell várnod, mert bemész szerdán. Ez jó. Hány hónap van egy héten? Hány hónap van egy héten? Hát sem. Egy híres féllábú kalóz, fekete szakáll, miért nem evett soha vacsorára rétest? Én azt mondom, tudja. Ez jó. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes festvére. Mi történt 1969. december 6-án Münchenben? Jött a Mikulás. Erre a kérdésre nemmel válaszolsz? Nem. Elszínap. Közben megérkezett az utolsó. Ráosztály is, és megkérdeznénk, hogy hogy sikerült megsütni. Becsöngettünk az első lakásba, és kevesek voltak, megsütötték nekünk. Szeretnénk fölhívni Tóth Krisztinát és Pécsi Pétert az A-osztályból. Oszvárd Gábort az A-osztályból. Állj! Szóval Tóth Krisztina és Pécsi Peti A-osztály, Keletei Rebeka, Sztolcse Bácsi Bát B-osztály, Krista Evelin, Kiskoresz F-osztály. Sztolcse Bácsibát nincs itt a B-osztályból, így azt kérjük a B-sektől, hogy valaki önként vállalkozzon helyettem. Ha nem, mi választunk? Akkor ebben a fogja megmondani. Kelemen Ábert választották. Nos! Szóval, a feladatotok az lesz, hogy mindegyik osztály kapni fog egy gyertyát és egy vizet. Ezután az osztályból a másik ember odáll egy másik osztály ilyen ember elé, és addig szabad inni, amíg ég a gyertya, és egymás gyertyát fújhatják el azok, akik kezében nincs víz. Szóval, az osztályok közül egyik kap gyertyát, a másik kap vizet. Felálltok úgy, hogy ne egymással szembe legyetek, szóval másik osztályon szembe, és utána el lehet fújni egymás gyertyáját, de csak azok, akiknél gyertya van. Viszont, hogyha a te párodnál nem ég a gyertya, te nem ihatsz vizet addig, amíg ő meg nem gyújtja a gyertyát.
Tehát a gyufákat is be kell támadni, amik bizony szanaszint vannak a színpadon. Akkor ki lehet választani, hogy ki iszik és kitartja a gyertyát. Néma. És akkor álljatok be úgy, hogy hátul van a vizes, vele szemben egy gyertyás, és osztályon nem állhatok egymással szemben. Nektek is szól. Álljatok be úgy, hogy hátul vannak a vizesek, velük szemben a gyertyások, és osztályok ne álljanak egymással szemben. Velük szemben. Fordulj el szemben. Jó. Szóval mindenki tudja, hogy ki az osztályból az ő párja. Álljatok oldalasan. Így. Fújni egymás gyertyáját, hogy nem bírja meginni a ellenkező osztályt. Óvatosan! A nyertes az F-osztály. Kelemen Ábelt a B-osztályból, és Nagy Bórát az F-osztályból. A ti feladatotok az lesz, hogy meghallgattok egy számot, amit utána el kell mikrofonba énekelnetek. És amíg ők meghallgatják a számot, mert hogy jönnek segítők, ugye? És meghallgattatják velük a számot, addig kérjük Lőke Laurát a B-osztályból, Osváth Gábort az A-osztályból, és Szádecki Krisztit az F-osztályból. Mivel úgy vettük észre, hogy köszönéssel gondok vannak, így végig kell menni az egész termen, és mindenkinek köszönni. És Szádecki Kriszti, mivel azt írta az önéletrajzában, hogy soha senkinek nem adná meg a telefonszámát, így mindenkitől meg kell kérdezni, hogy kell a telefonszám. Közben az énekeseink már készülnek. Mehet.
jó, az lehet. Nap már fáj. Régi hangulat, az ott jó barát, elmész és visszavár. Felejtsen minden, minden, ami fáj. Következő Kelemen Ábel lesz, aki a Most Múli pontosan fogja elérni. Most Múli pontosan, engedem, hogy menjen. Szaladjon kivelé, belőle gondoltam egyet. Nem tudod, hol van Eri. Nem vagyunk jó helyen, nem vagy való. Villámig bengörő, ezt élet szerelem. Látom az első ha, felettem egy madár. Látom húszívében szögezőt, fővébe szalmazár. Magamad ritkosom, így ül angol egy almafát, az Isten kertjében almafát. Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, megszokott az ünnepet! Nagy Nórának az F-osztályból a szerelem miért múlsz? Köszönjük! A következő feladathoz kérnénk az A-osztályból Petrán Vivient és Kucsera Gergőt. A B-osztályból Lakatos Mercedes és Sztolcse Bárcsibádot, aki nincs itt. Egy is nincs itt. És az F-osztályból György Anitát és Bakos Benyámit. Egy fiút és egy lányt. Gyorsan! És akkor mellé egy dányzót. Valakit jelölj ki magad mellé. Egy lányt. És persze B-osztály. Őt választottad? Borsi Tímea! Köszönöm!
A feladat a következő lesz, fáradjunk oda. A lány és fiúpárok egymással szemben helyezkedjenek el a jobb és a bal oldalán ennek a gyönyörű szerkezetnek. Bal oldalt a fiúk, jobb oldalt a lányok. Gyerünk! Nekem bal oldalt. A feladat a következő lesz. Az osztályok állnak egymással szemben, és egyszerre kell ennek a csodáról lenyalni mindkét oldaláról a csokit, amit rátettünk. Jó? A feladat érthető? Lehet kezdeni? A WC pumpa lesz a hajtómű. És ez egy verseny lesz, amely oda és vissza fog folyni. Gondolom egyeteműen az nyer, aki előbb beér. Üljetek rá! És úgy kell majd hajtani magatokat, saját magatok föltaláljátok ezt a dolgot. Készen álltok? Vigyázz! Kész! Rajt! Feladathoz kérnénk az A-osztályból Füzér Tomit és Olárjuk Ergőt. A B-osztályból Oldal Gábor, Bata Fanni. Az F-osztályból Baranyai Enikő és Géci Krisztina.
Az ő feladatuk a klasszikus Liszt ping-pong lesz. Páronként fogják játszani, és ugye osztálytárs nem játszhat osztálytárssal, és körmérkőzéseket fogunk játszani. Három forduló. El lehet dönteni, hogy ki kezdi. Eközben következő nagyon izgalmas és érdekfeszítő feladatunkhoz kérnénk az A-osztályból Lechner Vanessát és Tőkei Bálintot, a B-osztályból Laki Ágnest és Juhász Szabinát, az F-osztályból Tóth Brigittát és Molnár Biankát. Akkor válaszoltak valaki tehette. Közben el is mondanám, mi lesz a feladatok, gyertek ide. Minden osztály kap egy tálat, benne rizs és sárga borsó, illetve liszt található. Kombinált fogóval kell a sárga borsót kiválogatnotok a kis pohárkákban a többi keverék közül. Ezt el is kezdhetitek. A köszöngetősök merre vannak? Úgy hallom, hogy nem járnak körbe. Panaszkodnak arra, hogy nem voltak semerre, akkor menjünk még egyszer körbe. Minden sorban. Jó. A másik asztalnál, akkor úgy látom, készen állunk. Jó. Akkor tudjátok, mi a feladat? A feladat az, hogy a pingpong labdátokat a másik asztal végére jutassátok. Fújva! Fújva! Ha szólok, akkor mehet! Vigyázz, kész vagy! Tegyük fel ilyenkor a labdát, hogyha leesett és középindítás. Jó, köszönjük szépen a liszt pingpongosoknak!